azt gondolom, hogy nagyjából ezen a helyen állhattunk annak idején, nézve ezt a feliratot, a rácsokat. Igen, az egy Orion reklám. Ott kellett a Kádárnak leszállnia, és mi, akik itt fényképeztünk, háttal mentünk. Ezt így mentünk, és közben fényképeztünk. Rédei Ferenc vérbeli fotóriporter és tőzsgyökeres budapesti. 1944-ben született a fővárosban. Először vasesztergályos tanulóként dolgozott, évekig az úszóválogatott tagja volt, fotós karrierje pedig az 1960-as években indult. 1971-től a Népszavában fotoriporterként, majd 10 éven át rovatvezetőként dolgozott, ezután pedig a Népszabadság fotorovatának vezetését vette át 1985-ben. Leginkább sportot szeretett fényképezni, de fotoriporterként mindenevő volt. Rédei pályafutásának egyik legfontosabb fotója a Népszava címlapján jelent meg 1983. december 2-án. Ma már elsőre nem is feltétlenül érthető a kép akkori jelentősége. A fotón Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt első titkára hivatalos berlini útjáról érkezik haza a keleti pályaudvarra. A képen Kádár bizalmasan összesúg feleségével, Tamáska Máriával, ami a korszakban egy szokatlanul intim pillanatnak számított. Ugyan a fotó nem volt kritikus hangvételű, de nem a protokoll szerint kitalált koreográfia része volt, pláne a rendkívül zárkózott Kádár esetében. Emlékszem, 7 kockát exponáltam. Hetet összesen. Leszállt a Kádár, oda ment a feleségéhez, kezet fogtak, sorba kezet fogott, és elindultak erre felé. Az mennyire volt szokványos egyébként, hogy kezet fog a feleséggel? Furcsa volt. Igen? Tehát furcsának hatott? Furcsának hatott számomra mindenképp. És ez a pillanat, ez addig még soha nem fordult elő. Ez úgy nem fordult elő, hogy nem fotózta le senki, mert nem merte, akarta? Én magam nem láttam még így addig korábban összehajolva őket. Ma már furcsának hathat, hogy vasúton utaznak magasrangú politikusok. De Kádár több kommunista vezetőt is fogadott a keletiben. Például Hruscsov szovjet első titkárt 1964 tavaszán, Tito jugoszláv elnököt 1974 áprilisában, vagy Kim Ir-sen észak-koreai elnököt 1984 nyarán. Kádárnak ráadásul személyes oka is volt arra, hogy ne repülővel menjen a 900 kilométerre fekvő Berlinbe. Nem szeretett repülni, hanem amikor csak módja volt rá, akkor vonattal ment. Ha a szomszéd országokból jöttek a vezetők, akkor nem volt biztos, hogy érdemes felszállni repülőre. Mondjuk egy kis színest, ha elmesélhetek ebből, 1977-ben, 6 évvel ezelőtt a fotó előtt volt az egyetlen, hosszú idő után egyetlen olyan csúcs találkozó, aminek súlya volt Kádár János és Nikolaj Ceausescu román vezető között, és a román politikus ragaszkodott ahhoz, hogy ő repülővel akar jönni, mert akkor kap díszfogadást. Nagyváradon volt az első fordulója a megbeszéléseknek, na most Nagyvárad és Debrecen között 60 kilométer van. Ahhoz, hogy a repülő le tudjon szállni Debrecenben, először 80 kilométert hátrafelé kellett repülnie, hogy elérje azt a magasságot, hogy aztán a debreceni repülőtéren viszonylag nyugodtan tudjon landolni. De a Kádár Jánosról a keletiben készült képet nem csak lefotózni kellett. Legalább ilyen fontos, hogy az végül meg is jelent a korszak egyik vezető politikai napilapjának címlapján, amely természetesen, mint az összes lap, állami tulajdonban volt. Sajtószabadság nem lévén a szerkesztőknek elég kicsi volt a mozgásterük abban, hogy mi jelenhetett meg az újságokban, de Rédei fotójának tanúsága szerint az 1980-as évek elején már próbáltak a szigorú protokolltól kicsit eltérni. Amikor elkészül a kép, akkor az ember agya nem azon jár, hogy mi lesz majd a kép sorsa. Bevittem a filmet a Népszavához, leadtam a laboránsnak, aki előhívta, lenagyított olyan képeket, amelyeket ő megjelenése alkalmasnak talált, és ez a kép nem volt benne. És akkor én mondtam, hogy azonnal nagyítsa le ezt a képet,
lenagyított a képet, bevittem a szerkesztőnek, aki szívta a fogát. Nem úgy tűnt, mint akinek szándéka megjelentetni ezt a képet. És akkor még mutatta ennek, mutatta annak, és elég késő délután döntöttek úgy, hogy megjelenik a kép. Együtt háltak az izgalommal, hogy lesz-e valamilyen vízhangja a dolognak. Nekik is, nekem is szerencsémre nagyon jó vízhangja volt. A szerkesztő kollégámat hívták föl, hogy neki szó szerint mit mondtak és ki mondta, azt nem tudom. De azt tudom, hogy az illetékes helyről, tehát a Kádár János környezetéből, biztos nem a Kádár János, de valószínű, hogy a környezetéből valaki tetszését nyilvánította. Nem csak egy ritkaságnak számító képe van Rédeinek Kádárról. Például egy interjúhoz ő készítette róla életében az utolsó felvételt. De visszatekintve még érdekesebb, hogy a privát szféráját soha meg nem mutató kommunista vezető otthonát is végigfényképezte a Kádár házaspár halála után, de még abban az állapotban, ahogy ők használták a rózsadombi lakást. A házra időközben ráépítettek egy plusz emeletet, ma a Szír Ortodox Egyház vendégháza működik benne. Földes György történész Kádár János politikai életpályáját kutatja behatóan évtizedek óta. Vele is a Cserje utcában álló egykori Kádár villa előtt beszélgettünk. Lényegében egy rejtőzködő életet élt a magánéletét illetően. Hát ha megnézik azokat a fotókat, amiket Rédei Ferenc készített utólag is a lakásáról, abból kiderül, hogy azok nem sokkal haladták meg egy akkori középpolgári szintet, ami 60-as, 70-es években, 80-as években megvalósulhatott. Gyerekként itt értem nem messze, és még emlékszem, amikor tyúkok rohangáltak a Kádár villa kertjébe. Azt kell gondolni, hogy akkor egy másik korszak volt, és a Kádár egy munkáspolitikus volt. Ennek a fotónak inkább az a funkció, hogy bemutatta, hogy a Kádár olyan ember, aki közülünk való. És a felesége is olyan. Nem egy úriasszony, két szerény ember találkozik a pályadban. Kivágnánk Németh Károlyt mellőle, aki kíséri és a hátul kullogó többi vezetőt, akkor egy szokványos pályaudvari találkozó is lehetne, megjött a férjem címmel. Annyi változott a világban, hogy ez a kép nem keltene feltűnést, de akkor ez egy értéket jelentett. Ez volt az első, ami emberi módon mutatta a politikusokat, és ráadásul még meg is jelenhet a kép. Az, hogy ez a kép megjelent, az nem az én érdemem, az a szerkesztő érdeme. Az, hogy megcsináltam ezt a képet, ez nagyon jó dolog, és nagyon büszke vagyok rá, de tulajdonképpen aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter. Nagyon jókor voltam, nagyon jó helyen, nagyon jó pillanatot kaptam el. De azért a laboráns nem nagyította le a képet. Tehát akkor is jó pillanatban, jó helyen voltál, amikor mondtad neki, hogy mégiscsak nagyítsa le. Az egy nagyon másképp járt, mint a laboránsom. Ő a szokások szerint végezte a munkáját. Ez akkor egy nagyon szokatlan kép, pillanatkép volt. Rédei Ferenc 39 évesen készítette ezt az akkor különlegesnek számító fotót, aminek megjelenése után más lapoknál dolgozó kollégák is felhívták gratulálni. 40 évvel később a politikusok már stábokat alkalmaznak, hogy a privát szférájukról fotókat és videókat posztoljanak a közösségi média felületekre. A keleti pályaudvaron pedig már nemigen látni állami vezetőket, de a búcsúzás és megérkezés pillanatai nem lettek kevésbé fontosak.